Kiskunhalason született, a 80-as évek közepén megalakult Osiris együttes dobosa lett. Országosan is megismerték a nevüket. Közvetlensége, humora miatt könnyen kötött barátságokat szinte mindenhol, ahol játszott. 1991-ben költözött Kalocsára, de addigra zenész berkekben már ismert volt a neve, mivel többször fellépett az ifjúsági házban, a rock farsangokon az Osirisszel. Előbb egy alkalmi formációban zenélt, aztán Kis Tiborral, Mácsai Balázzsal, Bakos Igorral és Miskolci Györggyel alakított zenekart. A család alapítás és első gyermeke megszületése után leállt az aktív dobolással. 1997-ben lépett be az Extra Bizarr csapatába, ahol 5 évig zenélt. Ekkor a Hooligans-szel egy közel 30 állomásos turnén is felléptek szerte az országban. Majd 2002 és 2006 között a Bizarr jött, ahol Csapai Tamással, Csapai Szabolccsal, Vicai Endrével és Kardos Rolanddal muzsikált együtt. 2004-ben került be a Clipper zenekarba, 2012-ig, a zenekar megszűnéséig koncertezett együtt Kopasz Attilával, Deák Gyulával és Vörös Gáborral. Ezután a Fat Rockers, majd a Willy and the Space Dogs jött az életébe, aztán külföldi munkavállalás miatt otthagyja az utóbbi csapatot. A Clippers tavaly ismét összeállt, az augusztusi Szelédi motoros találkozón újra meg lehetett volna hallgatni a zenekart. Muszta novemberben lett volna 51 esztendős.